kérdésnél meg kellett volna nézni azt, hogy milyen színű volt a BMS oldal. A megszokottól eltérően indult a hét egy szegedi és egy Hódmezővásárhely középiskolában. A diákok ugyanis tanáraik és osztálytársaik mellett egy Nobel-díjas tudóssal is találkozhattak az első tanórájukon. A szegedi Radnóti Gimnázium diákjai a termoszban, az iskola korszerű laborjában várták Bert Szakmant, aki már nem először járt az intézményben. A diákok szakmai tevékenységükről, versenyeredményeikről is beszámoltak a Nobel-díjas kutatónak, akinek ezután bátran feltehették a tudományos élettel kapcsolatos kérdéseiket. Nagyon vártuk már, hogy eljön ez az alkalom, mivel azért ez egy nagy lehetőséget ad, hogy még jobban megismerjük ezt a világot, és hogy belássunk a kutatók életébe. Nem ő volt az első Nobel-díjas, akivel itt találkoztam ennek a programnak a keretében, de mindig érdekes megismerni egy újabbat, hogy neki mi a története, hogy ő hogyan kezdte a kutatásait, mi inspirálta. Ugye ez hatással van ránk is, hiszen ugye ennek a programnak ez lenne a lényege is, hogy mi magunkat inspiráljon ez az egész, hogy az ő történetük, az, hogy ők hogyan értékel ezt a kiemelkedő eredményt, ezáltal mi is inspirálva legyünk, és véghez vigyük az álmainkat, úgymond. Mi inkább ezeket kérdeztük, hogy ő magától választotta a természettudományokat, vagy esetleg volt valami hátsó indítatása is, mondta, hogy kizárólag kíváncsiságból kutatott, meg nem sikerhajhászatból, szóval ez is motiváló volt. 1100 gyerek jár ide. Bert Szakmán középiskolai látogatásainak második állomása a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium volt. A Nobel-díjas tudós leginkább a laborban folyó munka érdekelte, ezért először a Gyula József természettudományos műhelybe látogatott el. Izgultunk azért, hogy jön, de nagyon izgalmas, tényleg érdekes, hogy itt ül velünk. Jó egy olyan embert látni, aki azzal, hogy sokat tanult, és elérhetett valamit vele. Tehát igazából ez egy nagyon-nagyon jó érzés számomra. Izgultam, de nagyon kedves volt, és érdeklődően figyelte az órát, úgyhogy igazából jó volt, mert így több mindent megnézhettünk, és ő most például több információt nyújtott róla, mint akár órán tudtunk, úgyhogy ez így jó volt. Hát így szerintem több embert érdekel, például szerintem az évek során több ember szeretne ebből az iskolából biológiára elmenni, és ez egy jó visszajelzés, ez egy jó dolog, hogy az iskolánkba is ellátogatnak ezek a neves tudósok. Nem csak a diákok lelkesedése tükrözi a Szegedi Tudós Akadémia rendezvényeinek sikerét, mindkét gimnázium igazgatója arról számolt be, hogy a Nobel-díjas tudósokkal való találkozás erős motivációt jelent a tanulók tovább tanulása szempontjából. A gyerekek számára önmagában ezek a látogatások mindenféleképpen nagyon nagy jelentőséggel bírnak, amellett hát rendszeresen részt vesznek a Tudós Akadémia programján a gyerekek, éppen a napokban is egy 20 diákunk tartózkodik Szegeden, és részes ennek a programsorozatnak. És hát ebben az évben fölvételiznek többek között az Orvosi Egyetemre olyanok, akik már részesei voltak a program korábbi rendezvényeinek. Azoknak a gyerekeknek, akik a természettudomány iránt érdeklődnek, most ebben az esetben a biológia iránt érdeklődnek, ez egy fantasztikus lehetőség, hogy az átlagember számára megfoghatatlan Nobel-díjas tudóssal tudnak találkozni. És itt kiderül az, hogy ezek az emberek pont ugyanolyanok, mint mi vagyunk. Nyilván nagyon sokat tudnak, nagyon jó a világlátásuk, és ezt át is tudják adni a gyerekeknek, amiből ők sokat profitálhatnak. Bert Szakmán szegedi tartózkodása idején a középiskolások mellett találkozott a Szegedi Tudós Akadémia tehetséges egyetemi hallgatóival, a Szentgyörgyi diákokkal is. Bert Szakmán, mint képzés igazgató, különösen kíváncsi volt arra, hogy a fiatalokat mely területek érdeklik leginkább. I also found out. Először azt kell feltérképezni, hogy a diákok mit szeretnének. A diákoknak kell összeállítania egy listát azokból a témákból, amelyekben szeretnék az ismereteiket bővíteni. Nagyon érdekel, hogy kiktől szeretnének tanulni. Ezért most rajtuk a sor, hogy javaslatokat tegyenek arra vonatkozóan, hogy ők az adott téma kutatói szakemberei közül kiket hívnának meg Szegedre.
Bert Szákmán megnézte azt az épületet is, amely a Szegedi Tudós Akadémia kollégiuma lesz. Itt az ösztöndíjas fiatalok megfelelő környezetben készülhetnek majd a kutatói pályára. A volt Bartók Béla Művelődési Ház építészeti megoldásai lenyűgözték a tudóst. It used to be a very nice building, and ez az épület régen is csodálatos volt. Ma a bája éppen a régi időket felelevenítő építészeti megoldásaiban rejlik. Az ablakok és az ajtók is jellegzetesek. Ez az épület nagyon karakterisztikus, ezért is kiemelkedő a modern épületek sorában. A Szegedi Tudós Akadémiának egy egyedülálló épület lesz a központja, ami igazán fontos szerintem. A Szegedi Tudós Akadémia multigenerációs oktatási rendszere egyedülálló a magyar tudományos életben, sőt világviszonylatban is. A tervek szerint a program a fiatalokat 20 éven át segíteni ösztöndíjakkal és különböző kutatási lehetőségek biztosításával a tudományos pályán. A fiatal kutatókban ezek a lehetőségek táplálják az álmot, hogy egy nap újabb Nobel-díjasa lehessen Szegednek. Vennünk a stúdióban Hegyi Péter, a Szegedi Tudós Akadémia programigazgatója, és Óvári Téme, orvostanhallgató, aki részt vesz a programban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez egy, azt hiszem, egy új iskolatípus, a 21. századnak megfelelő iskolatípus. Milyen kihívásoknak kell megfelelnie? Hát a kihívások nagyon egyszerűen összefoglalhatóak abban, hogy a jelenlegi iskolatípusok különveszik az év korszak alapján, évfolyamok alapján a diákokat, tehát a gimnáziumi diákok egymástól, szintől függetlenül, hogy milyen tehetségek esetleg egy iskolába járnak, és innen, hogyha bekerülnek az egyetemekre, akkor a kapcsolat a gimnáziumok és az egyetemek között minimális. Emiatt egy tehetséges diákot, akit felfedezett a tanára, nem tudjuk követni az egyetemeken olyan színvonalon, mint ahogy ezt esetleg Angliába vagy a kiváló egyetemeken végzik. Ebbe a programba talán a legnagyobb érték, hogy a különböző generációkat összeköti egymással, ugyanúgy, ahogy a képzéseket is. Tehát azt lehet mondani, hogy a jelenlegi horizontális típusú iskolarendszerből, ahol a gimnáziumok és az egyetemek egymástól külön kapcsolódva vannak jelen az oktatási palettán, egy vertikálisan összekötjük őket, és a diákokat végig tudjuk kísérni a képzésük során. Témája, mi az érdekes igazán ebben? Mi az, ami egy mai diákot megfog? Szerintem ez egy újdonság először is. Ilyenről még soha nem hallott senki, legalábbis én gimnázium alatt sem hallottam. És ahogy beléptem az egyetemre, nekem egy nagy meglepetés volt, mert én akkor láttam egy vagy kettő diákot, akik kutatással foglalkoztak, de igazából nagyon kevesen akik az orvosi pályáról, főként a klinikumból láttam példákat, és aztán engem ez felkeltette az érdeklődésemet, hogy ez egy kihívás, és egy hatalmas újdonság. A Zakman professzor azt mondta, hogy a világon se sok ilyen kísérlet van, úgyhogy ez itt most születik meg, vagy most fog kialakulni, hogy milyen lesz? Hát abban a rendszerben, ahogy mi ezt megálmodtuk, megterveztük, ilyen valóban talán azt lehet mondani, hogy az első ilyen, hiszen ilyenre példát nem lehet találni. Olyanra igen, hogy tehetségeket gondoznak, de olyat, hogy 16 éves kortól 36 éves korig kövessék a diákokat, és az egyes iskola típusokban a saját képzésüket is módosítsák olyan irányban, hogy a tudományt a lehető legmagasabb szinten tudják művelni. Ilyen típusú iskola jelenleg nincs. Még az, ami kuriózum mellette, hogy gimnáziumi szinten is kialakítja és továbbfejleszti a kutató műhelyeket, azaz nem csak az egyetemeken érhető el a diákok számára a tudományos ismeretek megszerzése, hanem már gimnáziumi szinten is. Egy egyetemistának az könnyű együttműködni mondjuk középiskolásokkal, vagy elég eltörő a tudásszint? Szerintem nagyon könnyű, még viszonylag közel állunk ahhoz a korszakhoz, amikor még mi gimnazisták voltunk. És még nem felejtettük el. Nem felejtettük el. És igazából az ilyen konferenciákon találkozunk is folyamatosan, és én azt látom, hogy nagyon könnyű az együttműködés. Az, hogy mondjuk ennek az egyik vezetője egy Nobel-díjas tudós, az mit jelent? Az egy ilyen mágikus cím? Igen, ez határozottan egy mágikus cím, hihetetlen szerintem. Én megkérdeztem tőle, hogy mit csinál egy átlagos napon, például ezt el nem tudom képzelni, mit csinálhat egy Nobel-díjas egy átlagos napon. Na és mit csinálna? Azt mondta, hogy föl kell, ugyanúgy bemegy
most már anatómiával foglalkozik, mert most már a felesége azt mondta, hogy vacsorára érjen haza, mert eddig több tíz éven keresztül sosem ért haza vacsorára, vagy nagyon ritkán, úgyhogy most a vacsora fix program családjával tölti az estéket. Gondolom azon túl, amit az Ackmann professzornak a személyes tudása, a névnek meg a tekintélye is nagyon fontos, mert mondjuk, ha valakit ide akarunk csábítani, akkor egész más, hogy egy Nobel-díjas hívja. Ez abszolút így van, hát minden szakterületen belül legyen az, akár most ugye az EB idején mondott labdarúgás, vagy akár a tudományon belül példaképekre van szükség, és amennyiben egy iskolarendszer mögé, vagy iskolarendszer élére egy Nobel-díjas kutatót sikerül megnyerni, az annyit jelent, hogy nyilván az egy olyan újdonság, az egy olyan dolog, ami garantálja a minőséget, és hát természetesen a fiatalok számára hát ez egy óriási élmény, hiszen én is emlékszek rá, amikor még gimnazista voltam, vagy egyetemista voltam, hát akkor, hogyha ilyen élményben lett volna részem, az mennyire megváltoztathatta volna a karrierem. Szentgyörgyi Nobel-díjának évfordulóján itt volt egy csomó Nobel-díjas. Miért éppen őt választották, vagy mi van az ő személyiségében, ami alkalmassá teszi erre a pozícióra? Ez egy érdekes kérdés, ez olyan, mint hogy a diák választja a mentort, vagy a mentort a diákot. Ő már amikor itt volt, akkor nagyon aktívan érdeklődött, hogy a középiskolások és az egyetemisták iránt, és ő volt az első Nobel-díjas 2012 után, aki visszajött Szegedre 2013-ban, és akkor fogalmazódott meg, tehát mondhatom azt, hogy az iskola kialakításában ő is részt vett az iskola program fölépítésében, hiszen 2013-ban legalább két hetet töltött itt Szegeden, és akkor rengeteget beszéltünk róla, hogy kéne a rendszereket megváltoztatni. Egyeztettünk a gimnazistákkal, egyetemistákkal, tanárokkal, mentorokkal, és az ő vizitje, az ő látogatását követően került ez tulajdonképpen összeírásra, leírásra, megalkotásra, tehát mondhatom azt, hogy tulajdonképpen már maga az iskola típus kialakításában is részt vett. Tehát én inkább úgy mondanám, hogy ő választott minket, és nem mi választottuk őt. A pálca választja a varázslót, vagy a varázsló a pálcát. Ez így van. A tehetségek itthontartása az egy nagy kihívás most a magyar társadalomban, vagy az oktatási rendszerben. Mi az, ami vonzó, hogy elmenjen valaki külföldre, és mi az, ami itt tudja tartani? Én úgy gondolom, hogy a gimnázium alatt még olyan terveim voltak, hogy külföldre megyek, és igazából nem tudom, hogy hol fog sodorni az élet, de úgy gondolom, hogyha itthon van lehetőség, akkor nyilvánvalóan mindenki inkább itthon marad, mert ez a szülőhazánk, és én például ragaszkodom hozzá, és nagyon szeretem Szegedet elsősorban, meg Magyarországot, de hogyha nincs olyan lehetőség, kint azért külföldön sokkal magasabb bérért lehet dolgozni, és talán jobb körülmények között, de azt hiszem, hogy ebbe a programba azért mind a kettő biztosítva lesz. Az nem baj, hogyha elmegy valaki, csak jöjjön vissza. Ez így van, sőt, el kell mennie, azt tudom mondani, hogy kiváló legyen, hiszen ahhoz nagyon sok centrumot, nagyon sok kultúrát, nagyon sok tudományos szokás meg kell ahhoz tanulni, hogy valaki minél nagyobb tapasztalattal rendelkezzen. Tehát az nem kérdés, hogy aki a tudományba szeretne eredményt elérni, az több helyen kell, hogy legyen külföldön, Bert Szakmannál, vagy a Nobel-díjasoknál, vagy gondoljunk csak bele Szentgyörgyi Albertre. Tehát a tudósokra jellemző az, hogy vándorolnak és nagyobb tapasztalatot szereznek. Itt szerintem az a kérdés, hogy mikor engedjük el őket. Ha egy 18 éves diákot a gimnázium után elengedünk, és azt követően semmilyen olyan dolgot nem teszünk elé, hogy majd egyszer mit számítunk rád, és kint családot alapít, letelepedik, akkor utána már nagyon-nagyon nehéz őt az iskolarendszer után, mondjuk 25 éves kor fölött, 30 éves kor között visszacsábítani. Élő példa erre például az MTA Lendület pályázat, amely egyébként az egyik legkiválóbb újdonsága a Magyar Tudományos Akadémiának, a hazacsábítási projekt, és hát azt lehet látni, hogy nagyon-nagyon nehéz külföldről már visszacsábítani azokat, akik még akkor mentek ki, akik gimnázium után. Ennek a programnak az lenne az értelme, hogy itt a diákoknak olyan lehetőséget biztosítani, hogy csak egyetem után menjenek külföldre, amikor már valószínűsíthetően itthon alakítanak családot, és a programban már benne van, hogy ők szervezetten kerülnének ki azokra a kiválósági helyekre, ahova kimennek, és már a kimenetel időpontjába tudják, hogy milyen feltételek várható rájuk, amikor hazajönnek. Hát akkor Tíme az úgy tűnik, hogy nem veszítjük el legalábbis ilyen értelemben, mert ő már ide jár egyetemre.
Még valamit muszáj megkérdeznem, bár nem teljesen ide tartozik, ön említette a foci Európa-bajnokságot, és hát Hegyi Péteret játékvezetőként is dolgozik. Mi a véleménye ezzel az EB-ről és a bíráskodásról? Talán nem voltak nagy hibák idáig. Én úgy gondolom, hogy mind az EB színvonala nagyon magas, rengeteget fejlődött úgy gondolom a sportág az utóbbi években, óriási küzdelem van, és látható, hogy a mérkőzéseknek minden másodpercében olyan események történnek, ami a játékvezetőket is komoly kihívás elé állítja. Én úgy gondolom, hogy a játékvezetés legalábbis az eddigi mérkőzések elején alapján kiváló. Úgy gondolom, hogy az UEFA-nál az a fajta újítás, amivel a játékvezetés technikai újításait és a személy bővítése, tehát az alapvonali játékvezetők megléte jelentősen javította a jó döntések számát. Hát, mert ez is egy tudomány lett. Ez teljes egészében tudomány. Tíme az érdeklődő, vagy az elutasító hölgyek közé tartozik? Én érdeklődöm iránta, bár a meccset úgy néztem, hogy a barátom nézte a laptopon, én pedig tanultam mellette a korrélettant. Hát ez jó végszó. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és akkor reméljük, hogy még sokszor fogunk beszélni itt a tévében és a Tudós Akadémiáról. Köszönjük!